Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a televízió nézőket Hangvilla című magazin műsorunkba. Újfent, és a mai nap egy nagyon különleges nap. Valahogy úgy jött ki ez az év, hogy néha-néha belefutottunk ezzel a magazin műsorral egy-egy ünnepbe. Hát a mai nap folyamán is így vagyunk, hiszen húsvét napján, húsvét hétfőjén köszöntöm nagyon nagy szeretettel azokat, akik hazaértek már a locsolásból, és bízom benne, hogy minél kevesebbet mozogtak egyébként, és minél kevesebb helyen jártak, hiszen tudjuk jól, hogy a védekezés ilyen formában is még aktív, tehát a járvány elleni védekezés. De ezzel együtt mégis azt hiszem, hogy egy külön érdekessége a mai napnak, hogy Hangvilla című magazinműsorunk húsvét napján jelentkezik, és hát ebből, hogy fogok rákötni vendégeimre, és hogy a húsvéti felhangot hogy fogom megtalálni, az talán úgy fog összejön, hogy először is nagy szeretettel köszöntelek benneteket, itt időt nyerek magamnak, szervusz, sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket, és hát nyilván azért ennél jobban készültem, szóval, hogy ma a Gorzió Művészeti Iskola dolgait is érintjük persze, de hát azért húsvét napján két kiváló zeneoktató, zenész, muzsikus bizonyára rendelkezik egy csomó húsvéti sztorival. Emlékeztek rá szilveszteri műsorunkban, szilveszteri sztorikat próbáltunk előhozni. Most az a kérdés, hogy azt nem tudom, zenéltetek-e valaha húsvétkor, direkt locsolóbálon például, vagy nem egyáltalán? Nem nagyon emlékszünk rá, de igen. Nem nagyon, tehát volt egy-két olyan bál, amit erre az időszakra, de ez inkább ilyen csendesebb időszak. Ugye ide nem tesznek olyan nagyon mulatos, ugye a bőjti időszak, meg mit tudom én. Hát itt már vége van. Úgyhogy nem volt nagyon jellemző. Én elmondom nektek, hogy én nagyon sok locsolóbába jártam annak idején. Volt egy remek székesfehérvári zenekar, az volt, hogy Kord együttes, és a Szent István Művészeti Házban rengeteg locsolóbált csináltak, és én jártam locsolóbálokra, és amikor vége volt a locsolóbálnak, akkor a locsolóbál után a szószoros értelmében mentünk, és locsoltuk a lányokat, és engedjetek meg egy sztorit már az elején, és a kedves televízió nézőknek is mondom, hogy egy óriási élmény volt, amikor vége volt a locsolóbálnak, Kord együttes hajnali kettőkor befejezte, hazamentünk nagyon kedves dobos barátommal, bekapcsoltuk a tévét, néztük még a hajnali műsort a tévébe, és reggel pedig a ma már talán nem létező Interág áruházba kiballagtunk szakadó esőben meglocsolni egy nagyon kedves szőke lányt, akit nem mondanék. És gyakorlatilag gyalog mentünk ki, mert hát ugye autó még akkor nem volt, ez egy jó 15-20 évvel ezelőtt volt, kimentünk, elképesztően eláztunk, nagyon-nagyon szétfagytunk, meglocsoltuk a lányt, ma pedig hazamentünk, és így kész voltunk, délután 4-re haza is értünk, ugyanis irgalmatlan messze van tehát az Interág áruház. Ennyit az én locsoló sztoriaimról, jöjjenek a tieitek, ha vannak, ha nincs, akkor viszont zene. Na szóval, locsoló sztorik, vannak-e locsoló sztorik? Igazából nagyon régen, tehát régen volt, amikor ennek úgymond komoly divatja volt, meg tényleg hagyományból elmentünk, de én azért még emlékszem rá, hogy mit tudom én, hát 40 éve körülbelül, tehát amikor így készültünk rá, 50. Tehát így, fiatal barátom. És akkor tényleg készül, írtunk névsort, meg mit tudom én, meg akkor tényleg megvolt az, hogy a családi barátok között, ismerősök között, osztálytársak között, akikhez rendszeresen eljártunk, hát, hogyha nevéletlenül nem mentünk, vagy kimaradtak, akkor ott komoly sértődés volt. Uh-huh. Hát hozzáteszem, hogy azért tőzsgyökeres budapestiek vagyunk mind a ketten, tehát, és ott szerintem, legalábbis mi úgy vettük észre, hogy ott hamarabb vége volt ennek a szokása. Pedig jó volt. Én általános iskolába locsolkodtam utoljára. Aha. Tehát... Hamar vége lett. Én úgy vettem észre, lehet, hogy Pesttől hát távolabb azért még mindig vannak ezek hát a szokások. Pedig talán Budapesten is lehetett venni ritka büdös kölniket. Tehát én azt gondolom, hogy az konkrétan borzasztó volt. Igen. Igen, és azért azt mondjuk ki, hogy én egy picit szomorú vagyok, hogy ez a szép népszokás egyébként, és mondjuk most nem menjünk bele az egyházi vonalba, most egy picit ebben a beszélgetésben ezt húzzuk egy kicsit hátra, és foglalkozunk az örökséggel, amit kaptunk, ugye egy ilyen locsolási népszokásról van szó. Nekem hiányzik, tehát azért volt ennek egy jó hangulata. Biztos, hogy Budapesten nehezebb lett volna megoldani, a vödörrel megyünk, és akkor nyakon borítjuk a villamos megállóba. Igen, de én azt gondolom, hogy vidéken is egyébként, és így értek el, nagyon szomorú ezt mondani, hogy nem csak Budapesten, de vidéken is már kikopóban van ez. Hát most a járvány idején meg aztán végképp nem, tehát ugye nem járunk locsolni.
Tomi, te jártál egyébként csajokhoz, lányokhoz? Jártunk, persze, nekünk is volt konkrét listánk, és tény is való, hogy mindenkit meg kellett locsolni, mert aki kimaradt, az ott akkor gáz volt, sértődés van vele. Hát rokonságon belül is volt egy idő, amikor... Jó, de az is kikopott igazából. Mentünk, tehát, és hát akkor rendesen ilyen pár forintokat még gyűjtöttünk is, és akkor mit tudom én, akkoriban 300-350 forintot össze, és nagyon-nagyon örültünk neki. Halára ettük magunkat, mindenkit meglocsoltuk, a jó kis, mit tudom én, volt ez a 4711, vagy mit tudom én, nagyon büdös volt. Vagy mit, nem tudom, hogy hívták már, hogy milyen valami volt, de valami borzasztó. És az mindig ott állt nekünk, azt hiszem a WC-be, vagy nem tudom. Nagyon korrekt. És hát amikor locsolni mentünk, akkor ott a kis szekrényből ugyanazt kivettük, mint éveken keresztül, és utána ugyanoda visszaraktuk. Én arra emlékszem mindig, hogy nekem is valami nagyon kellemetlen illatú Kölnin lehetett, és mindig megkérték a lányok, meg a hölgyek, akikhez mentünk a családba, hogy Zsoltika, ne a fejemre. Igen. Ne a hajamra. És akkor biztos, én el tudom képzelni, hogy a hölgyeknek, lányoknak volt ilyen húsvéti ruhájuk, amire locsoljatok, az úgyis megy a szennyesbe, vagy a szemétbe. Na, egyelőre ennyi a húsvéti sztorikról, majd mindjárt beszélgetünk, komolyabb irányba is elviszük, hiszen ugye ti testvérként funkcionáltok az életben, ugye nem is mondtam Esze Tamás, Esze Zsolt, ha véletlenül kihagytam volna, elnézést kérek. Mi egymást is meglocsoljuk. Hát ezt rátok bízom abszolút, tehát teljes mértékben. Viszont a családban, hiszen most már mind a ketten családban, gyerekek mellett élitek az életeteket, majd mindjárt megbeszéljük azt is, hogy ott mennyire és hogyan, milyen módon készültek a húsvétra. Viszont most zenével folytatjuk, kedves televíziónézők, hívjuk, várjuk Önöket, tartsanak velünk. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Thank you.
Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Folytatjuk tovább, kedves televízió nézők, hölgyeim és uraim, húsvét hétfő van, és hát megpróbáltunk Hangvilla című magazin műsorunkban egy oldott, laza, kötetlen beszélgetést összehozni, húsvét hétfőjén, és ott tartottunk az előbb, hogy megbeszéltük, hogy ki, hogy milyen módon járt locsolni, vagy éppen nem járt. Szóba kerültek a locsoló bálok, és én magam egyébként mondom még egyszer, Székesfehérváron nagy divatja volt, és nagyon nagy kultusza volt a locsoló báloknak, de nagyon sokat jártunk, és nagyon szerettem, aztán ez is ugyanúgy, mint egyébként a locsolás népszokása elkezdett megkopni. És úgy búcsúztunk el az előző megszólásból, hogy mind a ketten gyönyörű, szép családban éltek, gyerekek, feleség, öröm, boldogsága, ahogy ugye szokták mondani. Na szóval, hogy előkerül-e a családban, a gyerekek kapcsán, úgy egyáltalán a húsvét ünnepköre, a húsvét népszokása, vagy akár az egyházi hitbeli háttere a történetnek. Szoktatok erről beszélgetni? Igazából nagyon picik még a gyerekek. Szóval még én nem vagyok annak a híve, hogy már ilyen kicsi korban ugye mondjuk mit tudom, bibliai történeteket meséljünk. Tehát ahhoz kell egy fokú érettség, hogy tényleg legyen is értelme mélyebben beszélgetni ezekről a dolgokról, úgyhogy én még ezzel várok, de természetesen nálunk most nyuszi őrület van, úgyhogy jön a nyuszi, festünk tojást, ilyesmit, és akkor ezt kirakjuk a nyuszinak, és megkeressük, hogy a nyuszi mit hozott. Úgyhogy nagyjából ezzel kiismerül, és hát a sonkatálat meg elkészítem, amit... Magadnak a sonkatálat, igen. Zsolt, ha jól tudom, ti farmer világban léteztek, tehát gyakorlatilag nagygazdálkodóként élitek az életet, és néha zongorázgattok is a nyulaknak, mert hogy jól tudom, van nyúl, vagy nyulak? Vagy nyúl, most már egy darabban, sajnos a másik az kinyúlt. De igen, tehát mi egyébként a vallási oldalt nem tehát nem minden közelítjük meg, mi sem a dolgot, tehát hogy nem vagyunk aktív vallásgyakorlók, de nyilván azért a hagyományokat elmagyarázzuk, elmondjuk, és ugyanígy mi is készülünk ilyen, hát ugye a Kitty mindig egy ilyen tálat csinál, ilyen festett tojásból, stb. Uh-huh. Egy ilyen dekorációt. Úgyhogy a gyerekek abszolút képbe vannak, hát már legalábbis az 5 éves, ugye, tehát ő képbe van. Uh-huh. Hogy ez mit jelent. És akkor ő is keresi a tojást, a kertbe eldugunk dolgokat. Ez annyira jó ez a kertben, ez az én kislányomnak. Térképet rajzolunk konkrétan, de tényleg. Igen, de térképet szeret, rajzolunk, odaadjuk neki, gyakorolja a térkép ismeretet is. És így a házban, az udvarban így eldugdosul neki kis meglepetéseket, és akkor ő megy a térképpel, és keresi óriási. Igen, szeret. Tehát a télapocsizma az ablakban. Azt kevesebbet rakunk ilyenkor. Nem ilyenkor a télapocsizma, egyébként. Na, a húsvét okán kell, hogy beszéljünk egy picit a tavaszi szünetről, hiszen remélem jól tudom, ugye, hogy nálatok az iskolában is a húsvét utáni időszakban tavaszi szünetről beszélünk, vagy legalábbis a húsvéti ünnep környékén. Ilyenkor sem digitális, tehát online oktatás nincsen, sem semmilyen formában. Mit csinálnak a pedagógusok a tavaszi szünetben? Igen, hát 6-ig van szünet, hivatalosan tavaszi szünet, és hát megpróbáljuk magunkat kipihenni teljes egészében. Ugye ez a digitális oktatás azért lehet, hogy könnyűnek tűnik, de nagyon-nagyon nehéz, mert itt ugye nem bemegyünk egy tanterembe, és ugye azonnal tartalmat adunk a gyerekeknek, hanem itt ugye tartalmat kell gyártani. És mégpedig olyan módon, olyan módszerekkel, hogy az otthon tanulást ebben a korban elő tudjuk segíteni minél jobban, ugye közérthető és minél jobban megérthető dolgokat kell nekik gyártani, és ez sokszor azért embert próbáló dolog, nem beszélve arról, hogy 10-valahány órát a monitor előtt egy széken ülünk, úgyhogy nem egy egyszerű dolog. Uh-huh. Zsolt? És speciál ásni fogok valószínűleg. Ásni fogok? Permetezni. A nyulat. De a nyulat. Elállás a nyulat. De egyébként, ahogy említettem más beszélgetéseink során is, nekem ilyenkor jönnek a legjobb ötletek. Zenei. Zenei, pedagógiai, bármi. Tehát
Aha. Ásás közben. Ásás közben. Konkrétan áll, például egy, ásás egy jó inspiráló ásó. Igen, abszolút. Igen. Az zongoristáknak az jót tesz egy kis ásás, nem? Igen, ennél már csak a favágás lenne jobb, amikor egy-két ujjal kevesebb a végén. Hát most láncfűrészet kezdtem el, igen. Az egy kicsit izgalmasabb. Na, hát ennyire volt kötetlen ez a mai beszélgetés, úgyhogy próbáltuk amennyire lehet kordában tartani, de hát nem is biztos, hogy célja volt ennek a mai műsornak ez. Nos, hát kedves televízió nézők, húsvét kapcsán a végén engedjék meg, hogy mindenkinek áldott, békés húsvéti ünnepet kívánjak, még a nap hátralévő részére egyébként, hiszen innentől számítva ugye gyakorlatilag megyünk ki a napból, és hát holnaptól már a húsvét tulajdonképpen okafogyottá válik. Viszont a magam részéről nagyon szépen köszönöm beszélgető társaimnak, Esze Tamásnak és Esze Zsoltnak, hogy itt voltatok. És hát pontosan egy hét múlva hívjuk, várjuk Önöket ide a készülékek elő, viszontlátásra. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! A műsor főtámogatója a Gorzium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum.
Székesfehérvár, Farkasvermi út 40, www.gorziumiskola.hu